Bognár Cecil tárogató műsorával hangolódtak az ünnepségre a résztvevők. A magyar kultúra lovagja a népi énekek, népdalok megszólaltatója. Paks központjában a Táncsics Parkban felállított székelykapu átadó ünnepségen Bándi Imre elnök beszédében kiemelte, az emlékmű állítása több évtizedes vágya volt az erdélyi magyarok Tolna megyei egyesületének. Régi törekvésünk valósult meg idén. Több éves előkészítő munkával járó feladat elvégzése a számos erkölcsi és anyagi támogatás összehangolódása révén ma székelykaput avathatunk. Olyan szimbólum ez számunkra, amely erőt, támogatást, biztatást ad a mindennapokra. Élénken emlékeztet gyökereinkre, melyre büszkék vagyunk. Egyben reméljük, hogy önöknek üzenetértékű. A székelykaput 2020-ban a Nemzeti Összetartozás évében szerették volna felállítani, ezt azonban a pandémia átírta. A székelykapu Erdélyben, Hargita megyében készült. Bándi Imre kiemelte, a székelykaput ajándékba adjuk a városnak, mint szimbólumot, hogy itt vagyunk Erdélyből, jelen vagyunk. Egy ilyen kapuban benne van az erdélyi ember múltja, a kulturális hagyományaink. Paks óvárosának központjában helyeztük el, hogy amikor bárki ránéz, mindig jusson az eszébe, hogy a határon túli magyarság ugyanúgy magyarként él, és tesz azért, hogy magyarok maradhassanak, hangsúlyozta. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, Pap Jenő fafaragó mester és fivérei keze munkáját nem csak Székelyföld szerte, de itt az anyaországban is számos emlékmű dicséri. Korábban Bátaszéken avattak székelykaput, a kakasdi székelykapu pedig régi emlékhely, mondta. Itt a városok keresztül vezető út mellett a tervezett új városközpont szomszédságában igazán jó helyen áll ez a kapu. Nem csak azért, mert ez egy központi hely, ami az ideérkezők és az itt élők jó esélye útba ejtik, azért is jó választás, mert itt áll a trianoni emlékmű, ami ugyancsak azt üzeni, összetartozik. Süli János felidézte fiatalkorát, amikor először Erdélyben járt, és megdöbbentette az élmény, hogy mindenki magyarul beszél, mindenki magyar. Később egyre több magyar lakta településen lettek jó barátai. Így mondom, már én is érzem, és én is tudom, nincs határod, ahol az emberek egy nyelvet beszélnek. Én is érzem, és én is tudom, hogy egy vérből valók vagyunk. Ez a felirat olvasható a paksi székelykapun is, a mi székelykapunkon. Az ünnepséget kulturális programok is színesítették. Fábián Zoltán zeneszerző megzenésített verseket adott elő, műsorának címe Őrzöm a lángot. Életem ragyogjon újra a nap, a Kárpátok felett. Nagyon sokat köszönhetünk a székelyeknek, már a kezdetektől kezdve, hiszen egyes források szerint ők még hamarabb itt voltak, Csaba vezérnek és a hunoknak köszönhetően, mint mi magyarok. És azt követően, ahogy megérkeztünk, testvérként fogadtak bennünket, és védték a déli határvidéket. És aztán ugye a hányattatott sors azért rendesen kijutott a székelységnek is. Paks polgármestere örömét fejezte ki, hogy a székelyek otthonra leltek Tolna megyében és Pakson az összetartozás városában is. Az ünnepségen a székelykapu megáldását követően Süli János, Szabó Péter és Bándi Imre átvágták a nemzeti szallagot. Süli János egy ifjú székely legénynek adott át egy darabot belőle, majd Szabó Péter és Bándi Imre is így tett.